Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Megtartotta ez évi utolsó ülését a város képviselőtestülete. Ma délelőtt a Városházán több rendeletet is módosítottak, és két beszámoló is elhangzott. A vegyes ügyek között a 2019-es emlékévről is tárgyaltak a városatyák. Az év utolsó képviselőtestületi ülésén módosították a város település szerkezeti tervét. Erre az egyik topos fejlesztés miatt volt szükség. Ennek a módosításnak az a lényege, hogy a Szabó Dezső utcát meg tudjuk építeni azzal a tartalommal, ahogy a területi operatív program pályázatán a projektre a pénzt elnyertük. Ugye ez azt jelenti, hogy a Szabó Dezső utca a 83-oshoz közeledve egy új nyomvonalon rá tudjon csatlakozni az elkerülő útra. A településkép védelméről szóló rendeletet is módosították az ülésen. Elfogadták a képviselők a 2019-es esztendő átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet módosítását, és jóváhagyták a jövő évi ellenőrzési ütemtervet, valamint elfogadták a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletet. Módosították a programon az önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatát, mert a közterület felügyeletet a Városgondnokság szervezetébe fogják áthelyezni. 2019-től szeretnénk megkezdeni sokkal szigorúbb közterületi jelenlétet. Szeretnénk azt, hogyha látható következménye lenne a szabályszegéseknek a városba. Ezek a szabályszegések kiterjednek egyébként az illegális hulladéklerakástól kezdve a közlekedési szabálysértésekig sok területre. Az ülésen beszámoló hangzott el Pápaváros infrastruktúrájának fejlesztéséért közalapítvány, valamint a Pápa és környéke tűzvédelméért 105 közalapítvány tevékenységéről. A programon elfogadták a 2018-2023 évi helyi esélyegyenlőségi programot is. A vegyes ügyek között megszavazták a képviselők, hogy a Jókai év lezárásaként emléktáblát helyeznek el a református gimnázium falán. Döntöttek arról is, hogy mely emlékévvé nyilvánítják 2019-et. 2019-ben 75. évfordulója lesz annak, hogy 1944-ben Magyarországról a zsidó polgártársainkat elhurcolták, és túlnyomó többségüket megölték. A mi városunk nagyobb veszteséget szenvedett el, mint sok más magyar település. Tudásban, képességben, lélekszámban, elkötelezettségben felmérhetetlen a veszteségünk. És általában is január 15-ig most megnyitjuk a lehetőséget arra, hogy magánszemélyek, közösségek az emlékév tartalmához javaslatokat tegyenek. Már itt a képviselőtestület ülésén is nagyon sok minden elhangzott, és én azt remélem, hogy még nagyon sok minden fog hozzánk érkezni. És többek között az elnevezésre vonatkozó javaslatot is szeretnénk egy ilyen közös gondolkodás eredményeképpen majd megalkotni. Zárt ülés keretében a képviselők döntöttek arról, hogy a Pápai Termálvízhasznosító ZRT folyószámla hiteléhez kezességet vállal az önkormányzat, és tagi kölcsönt nyújt a Pápai Városfejlesztő Kft.-nek. A testület elfogadta azt is, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottsági tagságáról lemondott Tulok András helyett Pintér Kálmán töltse be a tisztséget. Az ülést követően a város polgármestere pezsgős kocintás keretében köszönte meg a testületi tagok 2018. évi munkáját. Adományátadó ünnepséget tartott az Összefogás Pápaváros Beteg Gyermekeiért Alapítvány tegnap délután a Városházán. Az alkalmon 15 gyermek kapott szemüvegbeszerzéshez támogatást. A kisebb és nagyobb gyerekek a rendezvényen vehették át új szemüvegüket. A gyerekeknek a szemüvegeket és a támogatásról szóló tanúsítványokat dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át. Ő volt az, aki Gőgő Zoltánnal együtt 2008-ban létrehozta az alapítványt a pápai beteg gyerekek támogatása érdekében. Amikor mi képviselőtársammal ezelőtt 10 évvel elhatároztuk, magunk se gondoltuk, hogy ekkora pályát fut be. Önök talán nem tudják, meg a gyerekek, meg pláne nem, hiszen valaki akkor még meg sem született. Akkor vonták ki az 1 forintosokat a forgalomból, és a 2 forintosokat, és ezeket a 1 és 2 forintosokat gyűjtöttük össze, és gyűjtettük össze, és az volt az alapítói vagyon, tettünk hozzá a saját pénzünkből is, és aztán azóta hizlalódott, és mint hallották, jó néhány nemes célra sikerült a
kuratóriumnak már támogatást biztosítani. Az alapítvány fennállásának elmúlt 10 éve alatt számos pápai, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő kisgyermeknek és családjának nyújtott anyagi vagy természetbeni támogatást, melyeket magán és jogi személyek, szervezetek által felajánlott adományokból és az 1%-os adófelajánlásokból tudták megvalósítani. Támogattak már szívbeteg kisfiút, ételtoleranciás és krónbeteg kislányt, hozzájárultak kerekesszék beszerzéséhez, tavaly pedig 9 hátrányos helyzetben élő tartósan fogyatékos gyermeket támogattak. Idén az októberi látáshónapjához kapcsolódóan nyújtottak segítséget a pápai gyermekeknek. A kuratórium látássérült vagy szemüveg viselésére jogosult óvodás és általános iskolás korú gyermekek szemüvegének a beszerzését tűzte ki célul. Cél megvalósításához kértük a pápavárosi óvodák, a pápai tankerületi központ és a házi gyerekorvosok segítségét, együttműködését, és tőlünk kértük javaslatot olyan gyerekekről, akik szemüveget viselnek, annak cseréje vagy új szemüveg beszerzése a családnak anyagi nehézséggel járna. Így a kuratórium 15 kisgyermek szemüvegbeszerzését tudta támogatni, fejenként legalább 35 ezer forint összegben. A kisgyerekek és szüleik örömmel fogadták a támogatást. A 18 hónapos Koltai Olivér 4 hónapos kora óta visel szemüveget. Édesanyja elmondta, nagy segítséget jelent számukra az alapítvány támogatása. Hát nagyon örültünk neki, igazából amit most volt szemüveg, ez nagyon-nagyon karcos volt már, és az alapítvány által segített, úgy nyújtottak, ezt a szemüveget is megcsinálták neki, úgyhogy belefért hála Isten a keretbe, úgyhogy úgymond 2 szemüveget kaptunk, úgyhogy nagyon örülünk neki. Az adományátadó ünnepséget M. Varga Veronika, a Pápai Musical Stúdió vezetőjének gyermekdalokból álló, jókedvű, kedves műsora színesítette. Több évtizedes hagyomány városunkban, hogy az év végéhez közeledve Pápaváros önkormányzata elismerésben részesíti az adott évben a sport és a tanulmányok terén kiválóan teljesítő diákokat és felkészítőiket. A tradíció 2018-ban sem szakadt meg. A sportcsarnokban a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjátadón közel 250-en vehették át jól megérdemelt jutalmukat. Az elismeréseket Áldozó Tamás polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő közösen adta át. Az ünnepségen megjelent díjazottaknak és hozzátartozóiknak a Tarci Lajos általános iskola tanulói és a Bartók Béla alapfokú művészeti iskola növendékei fuvala műsorral kedveskedtek. A diákok labdás gyakorlatokat mutattak be, végül a felkészítőkkel közösen egy dalt is előadtak. A műsor után Áldozó Tamás szólt az egybegyűltekhez. A polgármester azt mondta, akik ma jutalmat vehetnek át, mindannyian bajnokok, példaképek, hiszen nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is ott vannak az élmezőnyben. Tavaly fizikából nyert egy pápai diák, idén pedig Mészáros Márton földrajzból végzett a Bogos helyen egy világversenyen, akkor ez azt mutatja, hogy a pápai iskolákból, méghozzá különböző pápai iskolákból oda lehet érni a világ tetejére, el lehet jutni a legmagasabb színvonalra, ahová az oktatási rendszer képes eljutatni egy tehetséges magyar fiatalt. A sport terén is születtek kiváló pápai eredmények, különösen tekében és atlétikában, ami látva a jelenlegi körülményeket, még értékesebbé teszi a sikert. Pont ez az a két sportág, ahol a 2019-ben kezdődő beruházásoknak köszönhetően alapvetően megváltoznak a működési feltételek, és pont ez lesz az a létesítmény, ami egyébként vár mindenkit majd, nem csak azokat, akik tekézni vagy atlétizálni akarnak, hanem minden fiatal, aki mozogni akar, hogy sok-sok más mozgásformát is ott kipróbáljon, hisz épp testben, épp lélek, az, aki jól tanul, az nagyon sokszor úgy tudja beosztani az idejét, hogy ő a sport, különböző sportokban is egész kiváló teljesítményre képes. Áldozó Tamás végezetül a tanulók felkészítőinek, edzőinek is köszönetet mondott. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évek óta segíti a Pápai Nyugdíjas Egyesületet különböző adományokkal. Karácsony közelettével az Adni Öröm akció keretében közel 1000 kg tartós élelmiszert juttattak el az Egyesület rászoruló tagjai számára tegnap délelőtt. Közel 1000 kg tartós élelmiszert juttatott el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pápai csoportja.
A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete számára tegnap délelőtt. 6 napon át tartott az elmúlt napokban az Országos Adni Öröm akciónk. Egy áruházláncnak a 2 pápai üzletében gyűjtöttünk tartós élelmiszert, és az ott összegyűlt felajánlott élelmiszerekből tudunk most a Nyugdíjas Egyesület számára felajánlani. Ebből közel 200 csomag készül majd. A csoport évről évre támogatja a Nyugdíjas Egyesületet különféle adományokkal. Rengeteg idős, beteg vagy hátrányos helyzetű tagon segítettek már. Mióta Eszter a szolgálatvezetője, azóta minden évben kapunk valamilyen formában segítséget. Lehet ez alma, lehet ez karácsonyi csomagok, de egyebekben is, bármiben, ha Eszterhez fordulok, segítségért mindenben segít, és én azt gondolom, hogy ez a jó együttműködésnek az alapja. Pán Éva hozzátette, az Egyesület működéséhez nagyban hozzájárul a támogatók segítsége, nélkülük nem tudna ilyen jól működni a szervezet. Hiszen az Egyesület csak így tud ilyen nagy létszámmal szertágazó tevékenységet és összetartó, összekovácsoló tevékenységet folytatni. Ha nincsenek támogatók, akkor mindez természetesen nem megy. És mi igyekszünk először mindig adni, mert csak akkor kaphatsz valamit, hogyha adsz. Az élelmiszerekből a következő pár napban csomagokat állítanak össze, majd ezeket még karácsony előtt eljutatják a rászoruló tagok számára, ezzel is szebbé téve a karácsonyi ünnepeket. Idén először ünnepelte a madarak karácsonyát a vajdalakótelepi óvoda. A gyerekek egész évben figyelik és etetik a madarakat, de most karácsony közelettével nem csak finom elességgel, hanem dalokkal, versekkel is készültek nekik. Az etetőket jól megtöltötték, így míg téli szünet lesz az óvodában, a madarak biztosan nem maradnak éhen. Ma délelőtt az intézmény udvarán tartotta madárkarácsonyi programját a vajdalakótelepi óvoda. A gyermekek sok finomsággal készültek a kismadaraknak, cinkegolyót, olajos magvakat, diót, sőt vizet is vittek ki az udvarra, hogy megetessék az arra tévedő és oda-visszajáró madárkákat. Eddig is próbáltunk mindig a madarak kedvébe járni télen, de igazi madárkarácsony legalábbis így, hogy mind a 4 csoport részt vesz benne, ilyen még nem volt a Vajda óvodában, de annak idején ugye mondtuk, hogy attól függetlenül, hogy megkaptuk a madár megfigyelő állomást, tartalommal nekünk kell megtölteni. Ezért most, hogy megjött a hideg idő, már a madarakról gondoskodunk, rengeteg segítséget kapunk a szülőktől, érkeznek a cinkegombócok, a különféle magok, úgyhogy folyamatosan tudjuk etetni a madarakat. A gyerekek már tudják, hogy nem csak a madár etetőben, hanem alatta is etetni kell a madarakat, mert vannak olyanok, amelyek onnan táplálkoznak. A Vajdaóvi 4 csoportja versekkel, dalokkal és ajándékokkal köszöntötte a madarakat. A madáretetésben a szülők is partnerek. Rengeteg madárelességet kaptunk. Volt olyan szülő, aki 30 kiló napraforgó magot ajánlott fel az óvodának, de szükség is van rá, mert ugye több etetőben etetjük a madarakat. Kaptunk cinkegombócot, kaptunk fagyúval töltött kis hengert, ebben a dióinséges időben még házi diót is kaptunk, úgyhogy próbáltuk tényleg úgy ezeket felhasználni, hogy a gyerekek is érezhessék, hogy a madarak karácsonya az egy jelkép. Ez alkalomból feldíszítették az egyik etető melletti kis fenyőfát cinkegombócokkal, diófüzérrel, a gyermekek versei, dalai után pedig egy mesét mondott a tagóvoda vezető a madarak karácsonyáról. Az óvodában persze a nagy karácsonyra is készülnek. Ilyenkor, ha törődünk, gondoskodunk másokról, az nekünk is, a mi szívünknek is jót tesz. Próbálunk a csoportokban apró jó cselekedetekkel kedveskedni egymásnak, és én azt gondolom, hogy a madarakról való gondoskodás is ide tartozik. Híreink után jön az időjárás jelentés. Pénteken borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő lesz jellemző. Kisebb körzetekben inkább csak a szelesebb dunántúli tájakon szakadozhat fel a felhőzet. Napközben néhol, estétől az ország északi felén több helyen előfordulhat eső, keletebbre fagyott eső, ónos eső, havas eső. Napközben -1, +5 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!